Na, sziasztok! Én Hexarius vagyok, és ez itt a Real to Live Online. Igen. Már egy pár órát ugye beleöltem. Úgyhogy most csak így nyomom egy kicsit a gamit. Van egy olyan cél, hogy pontosabban egy olyan, ez a collectort kezdtem el, és úgy közben, hogy találok valamit, akkor azt még megnézem, meg megcsinálom. Ugye ez az a fajta játék, hogy ilyen rohadt vagy a térkép, aránylag survival játék, de vannak benne missionek. Egyre több mindent raknak bele egyébként a fejlesztők, úgyhogy érdemes foglalkozni a játékkal. Nem is egy egetrengető ára van, úgyhogy megéri ránézni. Na, akkor azt mondja, hogy eljövök majd erre. Tovább jövök, megnézem ki ez a Miro. Egyelőre így néz ki a karakterem. Van egy SKS-em, meg egy Shotim. Jármas szintű patkány, mert ugye RPG cucc. Nézd meg, elmenekül. Takarodj el innen. Most ugye 9-es szintű vagyok. Ugye a játékról annyit érdemes még tudni. Hát ugye egy az, hogy Early Access, de van benne azért tartalom. Nem azt mondom, hogy lépten nyomon mindenbe belebottik az ember. Hát tényleg rohadt nagy a pálya. De például így néz ki egy karakterlap. Ugye fejlőd szépen. És minél többet használsz egy fegyvert, például én ugye Assault Rifle-t használok, és azon belül is mondjuk az SKS-nek is van, hogy mennyire értek hozzá, mennyire tudom kezelni, minél többet használom azt a fegyvert, annál pontosabb leszek vele, jobban tudom kezelni, stb. Mindegyik kasztnak van különböző ilyen skill-ága, ami egyelőre még ilyen nagyon alap. Mert ugye van engineer, van mercenary, van ilyen survivalist, meg mit tudom én mi. És ugye mindegyik kaszt más fegyvert tud használni. Például ugye a mercenary az ugye assault rifle, ugye az ilyen AK-k lesznek majd a legvégső cuccai. Ugye van a hunter, az ugye inkább ilyen sniper, de mondjuk kevesebb fér a backpackjébe, de gyorsabban tud mozogni. Meg ilyen dolgokba különböznek. Ugye van éjségmérő, szomjúságmérő, tudsz benne sütni, ilyen ételeket, szóval amiket tud lényegében egy alap, ilyen survival játék. De most ez nem biztos, hogy végig egy ilyen pofázós videó lesz, úgyhogy próbálok a játékra figyelni. Ja, és hát ugye ilyen MMO-szerű, szóval ilyen szerverek vannak aztán. Úgy többi emberrel is találkozhatsz. Hát ő nem mond nekünk semmit. Akkor az lesz, hogy tovább megyek ezen az úton, itt átkelek valahogy. És onnan elmegyek lefele. Ugye nekünk lehet jelezni a térképen a cuccokat. Ha például ad marker, itt ki tudsz választani egy ilyen kis emblémát, és tudsz, oda tudsz írni valamit. Mondjuk, hogyha valahol találsz valami, mit tudom én, egy gyengén sugárzott helyet, akkor ide írod, hogy mit tudom én, rad 1, és akkor lerakod oda. És akkor ott ugye jelző, szóval neked kell így bejelölgetni a cuccokat. Még megnézem a hangját. Visszatolom hangosabbra. Ja,
Hát amúgy ugye a játék az Unreal Engine-en fut. Azt itt egy táska. Kilútolták. Látszik a testünk. Szóval igazából alapvetően egy grafikával nincs semmilyen problematikó. Lehet amúgy, hogy egy rövid stream lesz, lehet, hogy hosszú lesz. Igazából ez még számomra is rejtély. Egy fél pillanat. Hamar egy valamit leellenőrzök. Ja, hát ezeket majd később biztos utibból fölveszem, hogy ezeket ne ilyenkor nézegessem meg. A beállításokat. Elvileg most jó lesz. Ugye az elején lehet választani, hogy milyen szerverre menjen az ember. És ugye van ez a NoPK, ugye, ahol nem lehet így csak bárkit lelőni. De viszont ha az ember akarja, akkor bekapcsolhatja a PvP módot. Ami ugye itt van, ugye ha safe zone-ba vagy, akkor be tudod kapcsolni. Mert ugye a sima szervereken most itt kijön az ember a safe zone-okból, és akkor le is lőhetik bárhol. És akkor bizonyos dolgokat kidob az ember, meg ilyesmi. Aztán az úgy nem menő. S2-re föl tudom venni a gázmaszkot, de megijedtem. Szerintem hirtelen meghaltam. Remélem nem haltam meg. Ezt amúgy alig lehet ebbe a játékba észrevenni, csak annyit, hogy bedob egy töltőképernyőt, de mondjuk előtte egy ilyen érdekes alagutat lát az ember. Jó, nem hagytam meg. Megjöttem. Megjöttem a gázmaszkot.
Ja, mert azt hiszem ez olyan maszk, hogy nem lehet szűrőt cserélni, de lehet benne olyan maszkot venni, amiben amilyen rendes külön ilyen csavarós szűrő van. Azt mondja, hogy... Szerintem megnézem itt az old ruinsokat. Meg ugye ilyenkor, ha átjön az ember új területre, meg ugye egyébként is nagyon érdemes odafigyelni, hogy ha lát ellenfelet, hogy hányas szintű, mert vannak ilyen, hát ilyen bosszok a pályán, és azok igencsak meg tudják keseríteni az ember életét. Meg hát ugye az ilyen anomáliákra is érdemes figyelni, mert igen, hamar belehalhat abba is az ember. Úgyhogy csak óvatosan. Ugye ebbe is lehet ilyen csavarokat dobálni, csak előtte kell szerezni, és megvan adva, hogy hány számú van nálad. Én ezt például egy ilyen moszkvicsnak a... hát egy moszkvicsból szedtem ki ezt a pár darab ilyen csavart, és akkor rendesen megnyomod az elbetűt, és akkor már dobja is. Ugye ez arra jó, hogyha van egy anomália, vagy ilyesmi, akkor ha beledobod, akkor valamit látsz belőle, hogy ott van egy anomália, szóval vagy hangot ad ki, vagy megremeg így a képernyő, szóval az a lényeg, hogy inkább egy csavart dobsz bele, mint hogy te mész bele így az anomáliába, és akkor megúszhatod a kellemetlenségeket. Ugye egy ideje már kim van egyébként így a játék, de Early Access még jelen pillanatban, meg valószínűleg jó sokáig abban lesz, de igazából ahogy megfigyeltem, ez nem az a fajta Early Access, hogy 13-as szintű, az mondjuk annyira nem is rossz. Nem az a fajta Early Access, hogy áttesek a földön, meg bebugzok a falba, meg ilyesmi, hanem inkább ez az, hogy megvan az alap, teljesen. Fegyvereket adnak hozzá, meg tartalmakat. És szóval ez az a fajta. Azt próbálom ellőni. Nem sikerül. Szóval ez az a fajta. Early Access, ami szerintem szerencsésebb választás. Hát 95 XP-t ad. A bug. Jó, megnézem ezt az old ruins-t, és akkor megyek a küldetés irányába, ugye a kollektorot bal oldalt jelzi. Ilyen babákat, meg órát, meg patkót kell összeszednem. Mondom, előtte már nézek ide. Hát, ha találok valami. Small antidót, az jöhet. Kötszerre nem foglalkozunk. Ez gondolom radioaktív ez a szar. Ugye a fenn jobb oldalt a radar mellett. És hát pontosabban oda. Bazd meg, meghaltam. Meg, azt a büdös. Itt dobtam ki. Annyira nem győzés dolgokat. Na látjátok, ilyen gyorsan meg lehet halni. Belementem abba a trutyiba. És kérlek szépen, ugye az annyira veszélyes volt, hogy bele is voltam. Nem vettem észre. Ilyen, valamilyen ilyen damage indikátor, vagy ilyesmi, az lehetne amúgy a játékban, mert
Tényleg most is akkor vettem észre, hogy meghaltam, amikor elment a kép, és jött az a alagút, és akkor a töltési képernyőt. Mert tényleg nem az van, hogy mit tudom én, az alapból, amikor mondjuk elkapsz egy ilyen valamit, mint az előbb én, ilyen radioaktivitásos, nem tudom, fertőzéses akármi. Ugye egyszer kapsz egy ilyen vérzéses képernyőt, és utána oké. Okay. És utána nem az van, mint általában a legtöbb FPS játékokban, hogy érzed, hogy sebződ, úgymond érzed, szóval valamilyen képi, vizuális vagy hanghatásbeli cuccot, itt nem nagyon ad. És hogyha nem nézed elég sűrűn ugye azt a életerő jelzőt, akkor úgy jelsz, mint én, hogy egyszer csak így szólj. Így elpilletsz, aztán ennyi. Nem baj. Annyira sok dolgot nem dobtam ki, mert ugye itt bal oldalt jelzi ilyenkor, hogy 4 ilyen kamillát dobtam ki. 2 darab ilyen szennyezett vizet, meg 2 ilyen loppik darabkát. Ez ugye akkor szopás, hogyha mondjuk olyan dolgokat dobsz ki, ami számodra, vagy egy küldetés részéről fontos. Mert azokat is kidobhatod. És ugye az a poén, hogy ilyenkor ugye, hogyha ott van egy másik ember, akkor azt, ha jól tudom, a hulládot azt ki tudja ugye lootolni. Majd legalább adott XP-t. A rohadt geci. Animálfet. Ugye az elején nagyon érdemes mindenféle szírszart összeszedni, és a megfelelő árusnál ugye eladni. És ott a kezdő területen úgymond minden küldetés megcsinálni. Csak ennyit dobtam ki. Oké. Okay. Jó, szerintem hagyjuk ezt a területet. Megyek inkább a küldetés vele. Amíg itt van egy Adobe of the Papa. Nem tudom mi lehet, de oda megnézzük, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy itt volt ugye egy kötszer, azt most mégis felvetem. Bandázs. Elindult előre magától a karakterem. Hát sokat nem. Nem gyógyított. Hát én most ez olyan nyugisabb, kalandozósabb fucs lesz. Hát szerintem aki nézegeti a videóimat, azok nem is egy Call of Duty 360 headshot videót vár tőlem. Ami még egyébként mondjuk nem tetszik ebbe a játékba, azok a fegyverek hangjai. Most meghallgatjátok a... kettes szintű volt, de adta is az XP-t 218-at. Meg az animál fetet. Szóval, hogy ennek ugye ilyen hangja van. És a shotinak meg... ilyen, nem tudom, olyan volt, mint a pisztolynak a hangja, ez a shoti. Nem tudom amúgy, hogy miért. Beragadtam. Még legyen, nem. Ó, ez a rákcsa hang.
Ez a sotival nem megyek sokkal. Hátcsere. Valami hülye. Ó, bazony, mert ebbe is belehalok. Jaj, nem eldobás. Nem akarok belehalni, baszki. Lehet belehalom, meg... Megmart ez a szar. Lehet, hogy ez itt ilyen nagyobb szintű terület, én úgy érzem. Ja, inkább valami... Elmegyek vissza ehhez a csávóhoz, aki ott volt. És megpróbálok... Venni tőle a lőszerteményeket. Meg eladni ezeket a cuccokat. Az animáltat. Mert nem érzi magát az emberem valami jól. Ez a 9-es szint itt még nem a legnagyobb. Hogy is tudok lőszer típust váltani? Change ammo itt a mixen. Kipróbáljuk ezt a... fajta lőszert, ezt a shot magnumot. Ja, nem kockáztatok, hogy ide lejövök így alamatúra, még itt a visszább tevékenykedett. Na például ott már 27-es szintű ilyen nagy mutáns vaddisznók vannak. Ugye dolgoznak új fegyverem a fejlesztők, de most nem is jut eszembe így hirtelen, hogy mind is, mindjárt rápillantok, hogy mind dolgoznak, vagy mi került be. Ja igen, bekerült ugye a Mossberg 590A1 és a M16-os, meg ugye egy pár változás, bugfix javítás, meg ilyenek belerakták. Ugye Mossberg az, azt hiszem, hogy a vagy az Engineer, igen, az Engineer, a shotgunos. Ugye van az úgymond a medikus, de nem mediknek hívják, azt hiszem, hogy medik, nem tudom. Az ugye a... Hogy is van? Az Engineer ugye a Submachine Gun, a Medic-szerű a... Nem is Medic, de hülye vagyok, Miner. Miner az a shot is. Engineer a Submachine Gun, a Hunter ugye a Mesterlövész, a Mercenary, amivel én vagyok, ugye az meg az Assault Rifle. Assault! Most egy töltőképernyő lesz. Mondjuk az a izé ugye, hogy ennél a csávónál, ahova megyek, ahonnan jöttünk lényegében, ennél nincs kötszer, ha jól emlékszek. Úgyhogy lehet, hogy ilyen sokó lesz az egész, de hát... Mert itt volt valahol. Nem tudom, hogy higgyeszegetek ilyen dolgokat, akkor azért itt ezt... Még ötszert is...
Radioaktivitás. De miért? Akkor nem hiába mászkáltak ott a 21-nek 25-ös szintű emberek. Csak hát ugye itt nem jelzi, hogy melyik zóna, úgymond melyik hányas területen érdemes meglátogatni. Ugye régen elég kevés fegyver volt benne, most már annyira nem. Szóval így egyfolytában adogatják a fegyvereket hozzá. Nem azt mondom, hogy el vagyunk látva ilyen hú, de bőségesen, meg ilyesmi. 19-es. De az a lényeg, hogy csinálják hozzá a fegyvereket. Az már más kérdés ugye, hogy milyen fajtákat, szóval inkább az ilyen modernebbszerűre mennek rá, nem olyan stílusra, mint a Stalker. Ami nekem mondjuk jobban bejönne, de hát ez már lehet, hogy ilyen szörfszál hasogatás. Ezek le tudnak engem lőni? Amit lelőnek, baga. Na most ezek egymással végeztek. Hogy ezek küldiznek. Várok egy picit, hadd töltődjön a stamina. Hát igen, amúgy ez a játék amúgy, hogyha belegondol az ember, akkor egy tök jó játék, mert minél több Stalker-szerű játék van, annál jobb. Csak én annak tök örülnék, hogyha egy ilyen, mit tudom én, egy 3000 fűs fejlesztő csapat ezeket így felkarolná és így mondaná, hogy oké. Akkor csináljunk egy kurva jó játékot, és akkor mindenki az itt tök jó lenne, mindenki így azzal játszana. Nézzük. És van neki köszönöm, de jó. Nézzük, itt lehet neked eladni. Ez azt nem. Akkor mit szereztem még? Hát itt más nagyon nem szereztem. Lampidót. Mondjuk el lehet adni. Csak egy large medkitet. Egy kettőt. Meg ugye milyen lőszer kell? 762x39. Ebből. Soti az meg valahogy nagyon nem. Nem tűnt effektívnek. Közben kiraboljuk az úriembert, ha engedi. De meg ugye lopik ki. Ami nincsen. Akkor úgy néz ki, hogy az a küldetés, ami a kollektor, ezt egyelőre hagyjuk, mert úgyis olyan helyen kéne ott mászkálni, ami nekem nem annyira jó. Engineering settlement.
Core of Village and Engineering Settlement. Már keményen tolja, 19-es szint. Már éjjel látom minden. Hogyan lehet itt izén? Nem? Integettem neki. Ez a koponya gondolom az azt jelenti, hogy be van kapcsolva neki a PvP-je. Mutattam neki, hogy ez gyenge. Mutatja, hogy menjek át, nem lehet. És azért elköszön. Mintett egyet. Na, akkor azt mondja, hogy azt csinálom, hogy itt fönn, ha jól emlékszek, itt volt egy boss. De lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy erre fele így lejövök. És csak erre fele lehet kimenni biztos. Ugye nem nagyon szereztem eddig XP-t. Mert 10-es szinttől már ugye új fegyver meg új ruhákat lehetne venni majd. Csak most kicsit elkerültem a olyan helyektől, ahol fasza küldiket lehet csinálni. És hát a küldik megvannak, ugye? Csak még a küldetés helyektől vagyok kicsit messze. Nem baj, belevetem magam a rengetegbe, mert ki tudja ugye mit találok ott közben. Ja, a shotit azt meg valószínű, hogy eladom, aztán már nézek helyette valami más secondary fegyvert. Amit igazából 10-es szinttől megnyílik az új ilyen sniper-szerű, amit még ezzel a mercenary karakterrel, vagyis hát klasszal meg tudok venni. És ez meg lehet, hogy egy olyan lenne. A 10-es szinttől ugye megnyílik egy új assault rifle, ha jól tudom. És akkor az úgy tök jó lenne. Na, megyek is shotiból, és akkor ebből kilövöm a lőszert. Mert azt annyira drágán szerintem úgy se veszik meg. Mi volt az a hang? Valami anomália. Na, közben kiszáradás ellen. Meglátogatjuk ezt az old ruins-t.
Ez meg azt hiszem, hogy pont kell egy küldetéshez. Herbalist. Igen, Nettle. Ugye azt hiszem, hogy csalán. Itt még körbenézek. Ó, tűzifa. Az is érték. Úgymond érték, mondjuk azt mondom, hogy nincsen gyufám, de hát azt már le is szarom. Na baj, amit lehet, azt összedek így tűzifa ügyileg. Hát nincsen csalán. Vagy én vagyok a vak. Nem baj, haladunk tovább. Még egy kis tűzifa. Ja, úgyhogy igazából hát még a Stalker 2-re leszek ugye kíváncsi. Ugye bejelentették. Azon a picsába. Na itt van az a boss, ami ilyen geci erős, és most valószínűleg tudom, meg is ölt. De megijedtem, csak azt hallottam, hogy valami üget utána. Hogy szakadna meg? Ja, ez ezen a területen izél, és így járkál körbe. Mert egyszer jöttem erre, és akkor innen sétált erre át. A büdös kurva anyját neki. Haver, továbbra se veszi meg ezt. Tűzifát megvennélem. Oké. Okay. Alig van pénzem. Aha. Kb. 8 pénzem van. És a halál szélén vagyok. Mit venne meg? Lőszer. Soki lőszer. Akkor az lesz, hogy... így... Sokit megvenné? Nem. Feladjuk. Pénzünk, összeg kettőmet kitatoztam. Elindulok visszafele. A rendes város fele. Ez az, amikor nem eredményes egy úti cél, egy utazás. De mindegy. Szaránylag 9-es szintig tök fel lehetett hozni, úgymond gyorsan. Karakter, de ugye innentől kezdve már ilyen nyögvenyelés, nem is tudom mi lenne itt amúgy későbbi szinteken. Bár ha az ember ugye bele tud így fanulni a játékba, akkor ugye teljesen el tud bóklászni be. Nem azt mondom, hogy hú de sok tartalom van benne, meg azt sem mondom, hogy nincs benne semmi, mert van.
meg lehet találni dolgokat benne, meg biztos, hogy van egy csomó érdekes hely még, amit ugye én még nem láttam itt 9-es szinten. Elvegyük a muníciómen. Azt mondja, hogy ez. Jó van, megyek vissza. Ha lehet majd... ennyi ideje megy a... Hát van 41 perc, aztán nem történt semmi. Jó, hát ez kis túlzással persze. Lehet, hogy majd kicsit itt bóklászok, meg elérem a 10-es szintet, mert az lehet, hogy aránylag unalmas addig. Mennyi XP-t ad egy ilyen izé? Ha majdnem 100-at. Tárazzuk a másik lőszerből. Mert lehet, hogy ki kell farmolni a level 10-et. Vagyis hát így grindelni kell, ugye. De aztán lehet, hogy én vagyok amúgy a balfasz, és nem is ilyen helyeken kéne lennem, hanem a fű városhoz közel, úgymond. Ugye itt az MTE, ott elég sok cuccot lehet találni, meg itt az Engineering Settlementnél. Meg esetleg itt fönn a izén a teljesedni magam a cuccokkal, útközben öldösni a szörnyeket. Csak hát ugye a küldetések már nem nagyon visznek oda. Vagy lehet, hogy nem hülyeséget beszélek, mert pont ez a küldetés oda visz. Ami van, ez a hard diskes. Lehet, hogy ezeken kéne maradnom inkább. Későbbi videóban egy ilyen, vagy streambe egy ilyen tanácsokkal látom el az embereket, akik esetleg még nem ismerik a játékot és meg akarnák próbálni, hogy milyen itt túlélni. Mert van egy-két ilyen alaptanács, ami elkillhet. Valami volt, ez tűzifa. Hát, hogyha már itt vagyok, akkor itt is körbenézek. Ja, itt ezek, gondolom, itt meghalnak az emberek, kidobják a táskájukat. És ugye utána oda mennek és kiszedik, de viszont a táska ott marad. Ja, és ebből a shotiből is három lövés kell. Egy sima, mit tudom, hányas szintű kutya volt, hármas. Nem valami erős. Hát a karakterem nem is erre szakosodott. Antiradoz van. Hát egy ukrat nem tudjuk elrakni. Pedig az izérusztal akarom a gyufát. Így.
slug, az meg shot. Akkor rohadjon meg. A négyes szintű. Három lövés kell neki ebből a shotiból. Ez nagyon nem. Nem jó ez a shot. Vagyis hát a karakteremnek nem jó. Nem van valami. Nem tudok integetni. Hogy csinálta azt a felmutató ujja? Ja, így je. Hát ja, amúgy alapból ide PvE szerverre, ugye tényleg barátságosabb emberek jönnek. De... ez jó látni, hogy nem mindenki a torok elvágó emotot mutogatja. Még itt is. Ja, de mondjuk legjobban ugye a Stalker Online-nak a közösségén vagyok meglepődve. Ott is bele lehet futni egy-két ilyen gyilkosba, de a találkozó velük is inkább kajak segítenek. Segítenek rajtad, mint hogy lelőjenek. Szóval nem vagy a földön, vagy halott vagy mit tudom én, és akkor oda jön és inkább feláldozza az ő medkitjét. Csak azért, hogy egy full ismeretlen valakit fölkeltsen is az... ez rohadtó meglepett. Hamutál a nem bizniszelek. Maga van zárva. Kérem szépen. Az a medkit az... az meg zárva. Lehet az is baj egyébként az ilyen játékoknak, hogy... hogy oké, hogy ugye stalker-szerűre, szóval ez a posztkommunista kukra épül, meg mit tudom én meg. De nincs meg a saját csapás vonala. Szóval nincs meg az, hogy na én most visszalépek azért, mert az Illitori Online-ba hogy mit tudom én, egy dologtól lesz Viltolib Online a Viltolib Online. Lehet, hogy ezek hiányoznak ezekből a játékokból, az a megfonkhatatlan összetett dolog. És nem csak egy posztapokaliptikus survival játék, a survival játékok rengetegében, hanem, hogyha valaki azt mondja, hogy és valami az internetje ismeri ezeket a dolgokat, hogy stalker, akkor ja, ott ez az etalom. Az a mérvadó.
Na visszajövök, és még ott az árusnál megnézzük, hogy mi a szitu. Sőt, lehet, hogy azt inkább akkor, amikor valamikor, hogyha elérem egyszer már végre a 10-es szintet, és akkor megnézni, és akkor már ki is lehetne próbálni. A fegyvert, amit veszek. Ja, úgyhogy ez most csak egy ilyen hoppa. Üres. Kanál. Ja, úgyhogy most ez egy ilyen rövidebb streamre sikeredett. Azt hittem ott jobban el tudok haladni, de ugye valószínű az van, hogy majd itt még tényleg ki kell farmolgatni magamnak az új felszereléseket, hogy valamilyen szinten tovább tudjak jutni. De most már eljövök ide, hogyha kell. Megnézem, hogy mennyiért tudom eladni a sotit. Jaj, nem akartam a shooting gallerybe elmenni. Én akarok visszamenni. És ide dob, és nem oda, na mindegy. Különadom mind a húzat, mert tényleg nem megyek vele sokra. Kerül, 10-es szintől használható, társjövet rá lehet majd vigyeszteni, meg is nézem, hogy azt mondja, hogy itt van a session. Ilyen PO lenne jó. Ja, a Fox-ra rá lehet tenni, ja, egy ilyen alap sniper puska. Szerintem tök fasza lenne. Mert ugye a Shout Rifle-ökből a 13-as szinten lesz a Marauder. De mert ugye nem is csak itt lehet venni a fegyvereket. Itt a szemben, hanem ugye nem is van egy árus. Egyelőre ennyi volt. Ha tetszett, nyomjatok egy like-ot, meg ilyenek, aztán majd
másik, hogy mikor jövök vissza, és mivel. Mindenkinek minden jó. Sziasztok!